Kvadrokopterek irányítása, pozícionálási problémakörökben elért eredmények, a villamosmérnökség ipari gyakorlata, ilyen és hasonló témákban rendezték meg a 17. AIS konferenciát, vagyis a Nemzetközi Alkalmazott Informatika és Kapcsolódó Területek szimpóziumát. A külföldi és magyar résztvevők a nap folyamán angol nyelvű előadásokat hallgathattak és tapasztalatot cserélhettek. Alkalmazott informatika a fő csapásirányunk, külföldi és magyar résztvevőkkel, geoinformatika, villamosmérnökség, ipari alkalmazások, és hát mindenfajta érdekesség, ami az alkalmazott informatika témakörébe belefér. A rendezvény szakembereit Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte, aki megnyitó beszédében hangsúlyozta, egy egyetemnek alapvető feladata a feltörekvő fiatalok oktatása, de ugyanolyan fontos a tudományos élet fejlesztése és a nemzetközi kapcsolatok szélesítése is. Ebben kiváló szerepe van az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának. Ma a világ különböző rangsoraiban az Óbudai Egyetem most már a legjobb műszaki egyetem Magyarországon. Büszkék lehetünk arra, hogy az Alba Régia műszaki kar is jelentősen hozzátett ehhez a teljesítményhez. Úgyhogy köszönöm szépen a kar munkáját és szervezését a mai napra is. Nyilván akár az informatika, akár a geoinformatika, robotika területén azt gondolom, hogy a nemzetközi kapcsolatok erősítése az kiemeltem fontos, hiszen nyilván ebben is sokat fejlődtünk itt a város egészében is. A hallgatók az előadások mellett az egyetem folyosóján felállított poszter szekcióban is megismerhették a konferencia témaköreinek legújabb eredményeit.